mert te parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hák fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád, kicsoda megye át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt sőt felette közel van hozzád az, ez az ige. A te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Mózes 5. könyve 30. fejezetéből a 11 től a 14. versekig olda, olvastam fel ezt a gyönyörű, retorikailag is nagyon csiszolt, magasrendű beszédet. Mózes ugye a halála előtt írja meg az ötödik könyvét, és benne aztán a búcsú énekét a 32. fejezetben. Csodálatos könyvez, és talán, ha ezt az igét komolyan vesszük, és a tegnap igét is komolyan vettük, most valami ellentmondást vérünk felfedezni a két kijelentésben, hiszen tegnap azt idéztük Ézsajástól, hogy Hát amilyen magasabb az ég a földnél, annyira magasabbak Isten gondolatai a mi gondolatainknál. És aki Isten beszédét hallgatja először, visszautasítja, mert hát minden ember önmagának hisz először. Én önigazoló lények vagyunk. Igazságkeresők akkor leszünk a szó igaz értelmében, amikor valóban az igazságot keresünk, és nem mindig a magunk igazságát hajszoljuk árkombokron keresztül. Na de hogyha mi az igazságot keressük, akkor egy idő után rá kell, hogy jöjjünk arra, hogy ugyan magasabb az ég a földnél, Isten gondolatai a mi gondolatainknál, de azok az igazi a valóságos gondolatok, azok az igazi tiszta beszédek, és ha azokat befogadjuk, ha a szívünkben és a szánkban, akkor olyan közel van hozzánk, mint semmi más. Tehát ez csak egy látszólagos ellentmondás, ami Ézsajás 55. és Mózes 5. könyve 30. fejezete között feszül. Nem ellentmondás ez, hanem ha jobban meggondoljuk, akkor csodálatos harmóniába olvad össze a két gondolat. Isten az önzetlenség ura szeretetre építette a világmindenséget és benne a mi földünket. Sátán az önzés ura elfogadtatta velünk az önzést, mint világtörvény, és ezáltal, amikor először halljuk Isten beszédét, akkor azt mondjuk, hogy ez lehetetlen, ezt nem lehet teljesíteni, így nem lehet élni a mai világban, hát ez mit beszél az Isten, ez egy mese, de amikor befogadjuk, amikor a szívünkben van, sőt, amikor a szívünkből kikívánkozik a szánkra is, hogy másoknak szóljunk elő, akkor, akkor elő úgy kell beszélnünk, mint nem egy megfoghatatlan dologról, nem egy megragadhatatlan, egy teljesíthetetlen dologról, hanem ez a valóság. Ahogy egy 20. századi francia bölcselő mondta, figyeljünk nagyon Furcsa kijelentés ez, de megértjük, hogy mit akar vele kifejezni: hogy Isten nem létezik, de valóságos. Az ördög létezik, de irreális. Vagyis azok számára, akik számára Isten nem létezik, mégiscsak ő a legteljesebb valóság. Az ördög valósága viszont százszor és ezerszer kiderül, hogy amit ő ajánl, az maga az irreal, irrealitás, az értelmetlenség, a bukás. Nincs értelme az önzés útján tovább haladni, mert az a megsemmisülésbe és a halálba visz. Aki gyűlöl engem, szereti a halált, olvassuk a példabeszédek könyvében, Hát ne gyűlöljük az Istent, aki számunkra eddig nem volt valóság, vagy nem volt létező valóság. Hallgassunk az ő szavára, és ha csak egy-egy dolgot elfogadunk, amit most igaznak látunk az ő szavából, ezért kell állandóan folyamatosan olvasni a Bibliát. Persze, aki először kezdi olvasni, ezt nem ért, meg azt nem ért, meg ezzel ellenkezik, azzal, de, hogy mondta a dán gondolkodó Kierkegaard, azt mondta, ne azzal foglalkozzunk a Biblia olvasásakor, hogy mit nem értünk, hanem van bőségesen dolog, amit megértünk. Hát, amit megértünk, ami tízes találatot hoz be a szívünk céltáblájába, arról mondjuk azt, hogy Istenem segíts, hogy e szerint éljek, ezt meg is valósíthassam. És akkor, ami a szívünkben van, az a szánkor is ott lesz, nem lesz megfoghatatlan. És mi nem mesterkélt meséket, vagyis hát mítoszokat mondunk másoknak, hanem az Isten igaz beszédeit. Fogad be ma is Isten beszédét, de képviseld másoknak is, akik még nélkülözik azt.